Viktor Babarika nem indulhat az augusztusi elnökválasztáson, így döntött a Fehér Orosz Választási Bizottság. A júniusban bebörtönzött bankár lehetett volna Lukasenka elnök legkomolyabb kihívója. Csalással és pénzmosással vádolják. Korábban az orosz Gazpromot, majd annak egyik leányvállalatát, egy bankot irányított. Minszk akkor Nyugatot és Oroszországot egyaránt a fehér orosz választásokba történő beavatkozással vádolta, sőt Lukasenka egyenesen arra utalt, hogy Moszkva áll Babarika jelölése mögött. A választási bizottság öt jelölt, köztük természetesen a 65 éves államfő indulását engedélyezte. A mezőnyben maradt Tatjana Tihanovszkaja, aki férje helyett rajtol. A vlogger Szergej Tihanovszki Lukasenkát egyenesen csótánynak nevezte. Természetesen rá csak mögé került. Lukasenka 1994-ben került hatalomra. Azóta az ellenzéknek nem sikerült megvetnie a lábát a fehér orosz politikai színtéren. Tavaly már a parlamentbe se jutott be. A megfigyelők az utolsó négy elnökválasztás eredményeit csalás és nyomásgyakorlás miatt megkérdőjelezték.